Hello, hello mindenkinek, én Stolnáj vagyok, és a 10 War of Mine következő része. Na, ninja betölt, még egy kicsit kell várni. Ilyen negyedik napnál tartunk, szerintem a 6.-7. napig fogom most elvinni. És hát ugye ilyenkor így reszetál a játék, hogy nincs benne rendes mentési rendszer, hanem ilyenkor nap kezdetén előtt van egy automata mentés, és hát ugye éjszaka érkezett hozzánk egy támadás. Elvileg, hoppá, itt most már megsérültünk, ugye az eredeti, vagy első variációban az volt, hogy nem sérült meg az emberem, most ahogy látom, hát egy kicsit megsérült, Roman. De szerintem meg lehet oldani a problémát, én még nem tudom, mire egérre akartam irányítani. Negyedik nap, úgyhogy most elvileg nem esnek az emberek. Roman, neked mi a bajod? Ja, beteg vagy, akkor nem szoktam. Betegségedet is viszont megoldjuk, elég rendesen. 2 másodperc alatt. Nem szeretném, hogy minél több ember beteg legyen, ugye egyik ember így is úgy is alszik éjszaka, mert hát nem akarom, hogy sérült legyen mindenki. Vagy hát kiesen a munkából. Borisnak igazából az a feladata, hogy rakja rendbe a bázist addig. Élelmiszerügyileg igazából jól állunk, gyógyszerünk az most van valamennyi. Szóval annyira nagy gondok talán nincsenek. Ki vagy? Nem tudom, ki vagy, de... Vagy nem tudom, kit küldünk el. Menjen Boris. Nem szeretem őt elküldeni így, hogy beteg, de hát most ez van őszintén, szóval nem nagyon tudom, hogy csinálni. Inkább Boris-t bukjuk el, mint Romant, vagy Bruno-t, vagy esetleg Katyát. Hi. Ki vagy és miért? Kell segítség. Yes, megyek, segítek. Hát ha lesz valami értelme, hogy megyek ki segíteni. Nem feltétlenül. Igazából van, hogy ilyenkor akár meg is halhat, azt hiszem az ember, de én olyan, amíg nem találkoztam. Igazából az szokott lenni, hogy nagyon fáradtan jönnek vissza olyankor az embereim, és... Vagy hát az egy emberem, aki ugye elmegy. Viszont idővel azért a játék ezt meghálálja, hogy akkor jó szívűek voltunk, és van, hogy akkor éppen nincs ilyen élelmiszerünk, akkor ad. Vagy éppen nincsen élelmiszerünk és kapunk gyógyszert, vagy fuck logic. Tényleg van ilyen. Úgyhogy tényleg próbál ugye a játékon korrekt lenni, mert minden, de nem mindig sikerül, viszont attól függetlenül tényleg valami kis viszonzás szokott adni. Nem egyből, van, hogy mit tudom én, 10. napnál segítünk és kapunk egyet a 40. napnál is segítséget. De attól függetlenül a játék mégiscsak próbál korrekt lenni. Ugye hát ez az emberségnek igazából egy formája, hogy viszonzás. Közben körbenézünk, hogy tudunk-e valamit építeni. Nem tudom amúgy, hogy milyen nyersanyagunk vannak és abból mennyi. És igen, amúgy tudunk építeni. Őszintén szóval én egyből egy ilyen faladást így benyomnék, hogy legalább a biztonsági helyzet az teljesen jó legyen. Közben pedig ugye Katyával pedig felső részt azt kinyitjuk és megnézzük, hogy ott mit tudunk csinálni. A következő projektünk mindenképpen szerintem a fűtésrendszer kialakítása lesz, mert hát azért eléggé hideg van, azt kell, hogy mondjam. Valamit egy fejszét szeretnék csinálni, hogy szét tudjam verni a bútorokat, mert ugye abban rengeteg tüzelőanyag lesz. Na, nézzük, mit találta. Hát igazából találta egy-kettő dolgot, szóval nem biztos. Te mentéz, ide, oké. Okay. Nézzük, hát ha tudunk még valamit csinálni. Mondjuk az utolsó védelmi rendszert kialakítani, nem azt nem tudjuk sajnos már. Mindegy, akkor igazából ennyit tudtunk most csinálni. Minden esetre 2 gyújtóst, ezt mindenképpen meg szeretném most csinálni. Igazából 3 kéne, szóval még egyet majd csinálok, de azt már nem könyvből csináljuk meg. Ugye 3 gyújtós azért kell, hogy 4 emberünk van, 3 embernek rendesen főzünk egy kosztot, 4. meg akkor maximum eszik konzervet, most az egyszer kibírja. Mondjuk nem tudom, kinek mi baj van a konzerve, én például jobban is szeretem, szóval én ellennék. De minden esetre ezt a napot én mondom vagyok, hogy átugorjuk most már ezt a pár óráját, mert ennél tudunk már semmit se csinálni. Egy emberünk van, aki ugye beteg, őt inkább kiküldöm akkor most portyázni, és másik kettővel pedig örködök, remélhetőleg nem fog minket nagyon támadás érni. Itt már azért túl sok mindent nem tudunk sajnos összeszedni, úgyhogy nem biztos, hogy ide kéne jönnünk. Mindenesetre orvosi alapanyagunk, illetve ilyen fegyveralkatrészünk azok még vannak itt.
Hát nem tudom, hogy akkor megérné oda menni, inkább élelmiszert kéne valahonnan összeszedni. Nem tudom, hogy honnan, mert őszintén szóval már annyira régen játszottam a játékot, hogy nem biztos, hogy mindent jól tudok, hogy mit merre kéne menni. Looted gas station. Ah, jó, lesz itt. Nem a legújabb helyügye, de menjünk ide, én a mondó vagyok. És nem kettő orvosságunk, azt hiszem, kettő konzervünk. Hirtelen már elkezdtem örülni, hó, van itt kajövő. Na igen, ez a hely is egy olyan, hogy van ellenség, egyetlen egy ember, itt. Ővel egyelőre nem kell foglalkozni, igazából rendesen tudunk mozogni, illetve van itt kaja. Ezt így még emlékszem, de túl sok, minden részt azért én is látogattam, mert még így a játék folyamán vannak, amik nagyon veszélyesek, és azért nem megyek oda. Ez igazából egy ilyen simán összeosztó helyzet. Adtam volna a románnak egy fegyvert, akkor szerintem meg is tudtam volna ölni, de amíg nem muszáj ölni, addig nem szeretnék, mert elvégre is miért? Szóval ő nem fegyveres, azt hiszem is. Igaz, hogy valamennyire agresszív, hogyha észrevesz minket, de nem vészes a helyzet. Élelmiszert, illetve elég sok mindent kéne össze még gyűjtenünk. Ilyen építőanyagot. Sajnos nem néztem meg, hogy a vízgyűjtőhöz mi az, ami szükséges. Úgyhogy lehet, hogy olyan szempontból még most egy kicsit bajos a helyzet, hogy azt nem fogjuk tudni összehozni, főleg, hogy Románnak ugye 10-es az inventória, még ugye Boris, akit elküldtem, hogy segítsen a másik embernek, 17-es. Amúgy a játékban meg lehet csinálni a saját karaktereteket is. Én csináltam egyszer olyat, hogy 4 saját karaktert. Az volt vele a baj, hogy valamiért a játék, legalábbis akkoriban még a játék a saját karaktereket védelmi szempontból nagyon alábecsülte. Szóval hiába volt az, hogy 4 emberrel védtem a bázist, mind a 4-et. 4 mellett is kifosztottak minket, mert minden, miközben van, hogy 2 darab karakter meg tudja védeni, hogyha rendes standard karaktereket használunk. Nem tudom, hogy ezt kijavították-e őszintén, szóval nem teszteltem, most nagyon régen csináltam ma. Ott patkány mozog. Amúgy ezek ilyen mozgások, amiket hallunk. Ha nem patkány, akkor lehet, hogy lesz egy kis balhém itt. Ez majd mindjárt kiderül úgy is. És van rengeteg, ó, van itt alkohol. Meg rengeteg kaja, aminek hát nagyon tudok örülni. Alkoholt elhozunk már, úgy marha nagy ára van, szóval azt itt tényleg mindenképp el kell. Egyelőre ezt dobjuk ki. És itt igazából a fát, illetve még egy kis fémet kéne összeszedni, hogy akkor teljes legyen az inventory. Ide pedig még Boris-szel egy ötször visszajövünk szerintem, már amúgy marha sok minden van. Élelmiszerből ennyi, bár mondjuk lehet, hogy ebben a szobában még van, de ott kell vinni egy vasfűrész. Mindegy, egy darab vizet most itt hagyunk. Ezt nem azt kibírjuk. Menj a picsába, jó dolgokat dobasz. Inkább elviszik az orvosi cuccokat, mert mégis azért többet ér. Amúgy itt be tudunk nézni ki nincsen, szóval nem az van, hogy vakhelyre jövünk be, hanem tényleg akkor tudjuk, hogy mi az, amire be kell jönnünk. Ez egy nagyon hasznos dolog a játékban is, belegondolunk valós helyzetben is. Igazából használnánk az ilyeneket szerintem. Legalábbis én biztos nem mennék be olyan helybe, ahol nem tudom, hogy mi van. Na nézzük, elvileg most már Boris is visszajön. Valamint, hát ugye a lootolás, kíváncsi vagyok, hogy viszont mennyire fosztottak ki ez mellett minket. Igen, Boris az itt van. Ő gondolom eléggé fáradt lesz, meg hát még ugye mindig beteg, szóval nem a legjobb helyzet. És ahogy látom, nem ért minket támadás, szóval ez most egy ilyen full trigger. Te is aludjál, illetve hát te majd mindjárt csinálod ugye itt az ékot, kajákat. Csinálj 3 sima adagot, illetve egyel egy konzervet. Te lesz az, aki most konzervet teszik, a szakás az egy a silánykaját. Neked legalább ez a problémád megoldódott, illetve hát jelenleg amúgy vagyok, hogy inkább zöldségeket, ezt lehet is spórolni kéne, de nem igazán van rá lehetőségem. De így oldjuk meg. Húsból van egy rakatunk, szóval azért azt használjuk egyelőre el. Utána pedig amit hoztunk nyersanyag volt, mondjuk abból szerintem semmit nem tudunk építeni, mert nagyon minimális építőanyagot hoztunk, azt hiszem, ha egyáltalán hoztunk. De szerintem nem, mert vizet hoztunk meg, élelmiszert, meg talán ízét hoztunk még, gyógyszert, kettőt azt hiszem. Szóval lehet, hogy semmit nem fogunk tudni kezdeni ebből. Hát igen. És hát mit tudunk itt kezdeni még? Ahogy látom, semmit, ami ténylegesen ez fér.
Nézzük csak, miket tudunk majd. Ugye kéne vízgyűjtő. Ez igazából fa kéne, illetve ezek a percek. Valamint... hol van? Hol a fűtő? Ja, így van. Ez is fa kéne. Következő körben igazából akkor valószínűleg kell fa. Maradt kettő darab fémünk, és akkor négy fa még mindig kell. Fémből akkor viszont még majd kell 13, és még 5 darab fa, szóval hát sok. Valószínűleg Borisnak is két forduló lesz, illetve hát ezek a percek az, amit kell még hozni, ugye ki fogjuk bírni egy olyan két napig még nyugodtan. Ó, és most nézem, lett húsunk, szóval azt még nyugodtan el is használtuk. Ez most igazából marha gyorsan összehozta ezt a kettő darab húst, így még majdnem azt is mondhatni, hogy elláttuk magunkat teljesen. Úgyhogy ezt két naponta eszünk, és két nap alatt összehozta nekünk kettő kaját. Ha kettő van, akkor igazából ilyen tempóval tudja csinálni, akkor teljesen összehozta nekünk az élelmiszert. Vizet kell akkor majd igazából összeszedni, és minden rendben van. Többiekkel mi újság? Még alszanak, alszanak. Te még beteg is vagy, lehet, hogy téged meg is kéne gyógyítani, de nem tudom. Te éjjel aludni fogsz szerintem, úgyhogy nem lesz annyira vészes dolog. Amúgy itt vannak karaktereknek leírásai, kis történetük, akkor például itt van a függőségük, bár ezeket szerintem az első kettő videóban, amik még a csatorna indulásakor voltak, bemutattam. Ugyanis ugye akkor már volt a játékból videó. Úgyhogy ezért is nem térek ki most ennyire a részletességre. De szeretnéd, akkor csinálok most is egy ilyen kicsit későbbiekben már ugye tapasztaltabb videósként, relatíve. Egy videót, hogyha ezt szeretnétek, de igazából ugyanazt tudom elmondani, talán egy kicsit másabb lesz így a megfogalmazásom a dolgokkal, de lényegi megfogalmazás az úgyis ugyanaz lesz. Igen, meg elkezdett beszarni a széken, folyamatosan csúszik le a forgószék. Te? Pihensz? Jó. Már csak beteg vagy, szóval csak beteg vagy. Te is egyel. Na, ő viszont Katya ugye örül annak, hogy volt, hát gondolom örül annak, hogy segítettünk egy másik emberen. Ez is befolyásolja igazából a hangulatukat, ugyanis ha nagyon depressziós lesz egy karakter, akkor akár öngyilkos is lehet. És hát eléggé rossz az, hogy egy karaktered öngyilkos lesz, ugye. Ha megölik, azt mondom, hogy oké, okay, humánus vagyok, de öngyilkosság ez mégis talán egy kicsit rosszabb következő nap. És hát hogy lesz? Borisnak igazából kéne pihennie. Ő tud a legtöbb dolgot hozni. Ők ketten biztos, hogy örködnek. És hát most gondolkodni kell ugye, hogy kit küldjünk, kit küldjünk. Boris alszik. És hát Román megy ki a harcba. Összehozni egy-két dolgot. Ugye hát itt még pont minden van, amire nekem szükségem van, szóval ténylegesen nagyon jó. Magyar más nincs igazából minden, amire szükségem van. Fa, fém, illetve azok a ilyen egyéb építő alkatrészek, azokra szükségem van. Semmi más nem is kell most elhoznunk, ha csak nem valami nagyon nagy értéket találunk. Igen, pont ez a három, amire szükségem van. Négy, nyolc, 12, 13 kellett, szóval akkor elvileg fémből már nem is kell több. Szóval, hogyha lehet, akkor más hozzunk. Ez is megvan. Amíg ugye nem találtunk meg a dolgokat, addig hozunk el mindent. Aztán akkor ott cserélgetünk az adott helyeken, így akkor legalább egy helyen lesznek a dolgok. Paradicsom az mondjuk jó dolog, mert ugye elég sok élelmiszert fog nekünk megspórolni hosszú távon. Hát nem annyira hasznos dolgok. Ugye ide is föl lehet, azt hiszem, itt lehet fölmászni, azt hiszem. Ajtót nem akarom feszegetni, mert túlságosan lerövidíteni a támadóm dolgát. Ha esetleg jönne egy támadás felé. Mindenesetre az orvosi alapanyagot inkább elhozom. Ezt nem fogunk belőle orvos cuccot csinálni, mert eléggé hosszadalmas procedúrája van, inkább majd eladom. Úgyis a kereskedő ezért is azért adja a kis cuccost, elég jól általában. Ezt elhozzuk, azt hiszem ennyi már elég lesz. Illetve fára arra még szükségünk van.
Egyelőre ezeket dobáljuk el, bár azokra is elég nagy szükség szokott lenni, de kibírjuk, amondó vagyok. Ki tudod nyitni? Nem, akkor föl a tetőre. És itt lopakodjál, mert már innen lehet fogod látni az embert. Ott lesz. Ott mintha lett volna valami mozgás. Mit dobunk el? Szerintem az orvosi alapanyagot, aztán majd érte visszajövünk. Oké. Ugolj le. Személykedjünk abba, hogy nem fog minket hátba támadni. Így az ajtóra pont rálátok, úgyhogy ha kinyílik, akkor azt így nem fog engem meglepetésként érni. Fegyver alkatrészeket is egyelőre eldobjuk, mert most úgyse tudunk még fegyvert csinálni, úgyhogy ahondó vagyok, talán így elég is lesz. Nyisd ki ezt az ajtót. Most már viszont akkor nekem magamnak fogok ezzel segíteni. Már csak azért is, mert máshol nem tudok lejönni, kivéve hogyha itt ezt az lenti ajtót nyitom ki, de inkább akkor kelljen másnak is mászni, ennek csak nekem. És mehetünk haza. Amúgy, hogyha éjjel kimaradunk a... vagy hát lejár az éjszaka és nappal kimaradunk, nappal lesz, akkor elvileg a karakterünk automatikusan meghal. Nem lehet tőleg, amúgy nem érkezett támadás most éjszaka hozzánk, mert szerintem instantban valaki meghalt volna, vagy legalábbis sérülés, ez biztos, hogy lenne. Már elvileg van nálunk orvosi alapanyag, szóval meg tudnánk oldani, de mégis ez a jobb, hogyha mindenki jól van. Na, nézzük, mi volt éjszaka. És érkezett támadás. Egyre semmi probléma nem történt olyan szempontból, legalábbis én nem vittek el semmit se, szóval kibírtuk. Az a lényeg. Na, kaja időszak van, úgyhogy... hol van Boris? Ja, jó, az oké. Okay. Vagy ja, nem, nincs kaja időszak, jó, akkor majdnem elbasztom ugye egy napot. Mennyi építkezni, ugye? Az most neked fontos dolog. Fűtés, illetve a vízellátás. Szerintem a vízellátás lenne prioritásban most. Legyen ott. Következő körre pedig ugye a fűtés kéne kialakítanom. Talán még meg is lenne, de azt hiszem 8 darab fa kellett hozzá, szóval pont nincs meg. Aztán majd mindjárt kiderül. Meg 15 darab fém, azt hiszem. Jó, az mondjuk megvan, úgyhogy ezzel nincs probléma. Igazából, hogyha egy adag fémmel kevesebb, nem, 20 darab fém kellett hozzá, vagy valami, nem tudom, mindjárt úgyis kiderül. Vízgyűjtőben amúgy kell ilyen, mindjárt mutatom, hogy mit, és jött egy kereskedő, de jó. Nézzük elsőnek, hogy mi kell az azéhoz. Fűtéshez, jó, minden megvan a fűtéshez, szóval ez a probléma nem lesznek, viszont kellene még fémet szerezni ehhez a filterhez, ugye ez a vízszűrő rendszer. Te légy szíves, menj aludni. Te pedig légy szíves, legyél olyan kedves, és csináld meg nekünk a fűtési rendszerünket. Hova? Mindjárt megmondom hova. Nem ide a patkányok közé. Jó lesz itt mondjuk ebbe a szobában, itt lesz még ugye a negyedik ágy majd berakva. Úgyhogy az ott olyan szimpatikus hely lesz nekem. Ugyan lassan mászófőt a jó isten. És nézzük, hogy mivel tudunk kereskedni. Igazából van mit eladnunk, szóval nem lesz vészes. És így szerintem össze tudjuk hozni a helyzetet elég jól. Van alkoholunk is, az is az marha sokat érő dolog. Hát vannak nála jó dolgok igazából, szóval lenne mivel dolgozni. Szerintem ki is használjuk a helyzetet, hogy minél több dolgot összeszedünk. Egy konzervnek én mindenképp örülnék. Ezt az egy konzervet mit adjak érte? Mit kell? Ilyen gyógynövényes tuszli. Még kell érte valami cukor. Elkértem mindet, nem baj. Ezt így mindenképp egy darab konzervet legalább már tudtunk venni. Építőanyagok azok jól jönnének. Lőszerre nincs szükségünk, mert egyelőre nincs lőfegyverünk. Ebből mindenképp kell egy pár, illetve fa alapanyagból is. Nézzük, ezért cserébe mit tudok adni. Adok egy bort azért, hogy mi nem elég. Kis cukor, nem elég. Nem elég, nem hiszem. Mennyire rossz a helyzet.
Így marad egy. Jó, ez így akkor korrekt, és akkor más szerintem én nem is tudok eladni, szóval ez így meg is marad ennyibe. Esetleg ilyet tudsz adni? Nem. Hát akkor ez lesz. Köszönjük a kereskedést. Nekem ez így marha jól jött ki. Te meg mehetsz aludni. Hofajára rácsuktad az ajtót stílusosan. És hát igazából kellene még fűtőanyag. Ezt mindjárt csinálunk egyet, mert akkor ugye be tudunk fűteni, de ebbe a körbe még nem fogunk befűteni, hanem csak a következőbe. Mivel hogy 17 fok az már megvan, 16 foktól fogok szintén befűteni, mert az így már reális, akkor már nagyjából kell egy kicsit. Minden esetre ilyen filterek azok kellenek. 4 óránként kell azt hiszem filtert bepakolni. Szóval egy nap alatt azt hiszem 2 teljes adagnyit kiad. Ezt mindjárt megcsinálja neked Roman. Kellene cigaretta? Hát igen, neked az ugye a függőséged. Ez ügyben most nem nagyon tudok szerintem semmit csinálni. Gondolom megnyugtatná pedig. Már nem egy ideges ember, eddig úgy tűnik. Csak perelátor feje van, de mindegy. Éhes vagy, hát a következőn a kapsz kaját, nyugi. Azt kivárod és nem lesz probléma. Mindjárt mondom, hogy mennyi vizet ad egy ilyen, mert fejből már nem emlékszem rá őszintén szóval. Na szóval, 4 óra alatt ott 5 adagnyi vizet. Mi? Ja nem, 5 óra hosszád van benne és fél óránként ad vizet. Az a lényeg, hogy az, el tudjuk látni, szóval 2 nap alatt lesz bőven annyi vizünk, hogy egy ilyen vizellátóval már el tudjuk munkat látni. Csinálunk még egy vizellátót, azt hiszem lehet. Akkor meg tudjuk azt oldani, hogy akár több napi vízkészletünk is legyen, és idővel kereskedjünk is vele. Ugye ott folyamatosan itt esik az eső, nem tudom, hogy ez milyen logika alapján történik, hogy ennyire esős területen vagyunk, de oké. Okay. Következő körbe pedig mit kéne csinálnunk? Szerintem kéne fejlesztenünk ezt a workshop izét, vagy workbase-t. Ez kéne még fa, fém, illetve ezek a parcek. Ez úgy teljesen rendben van. Valamit védelmet még egy helyen azt hiszem ki kéne alakítani, szóval még azzal is valamennyit kéne foglalkozni. Igen, ehhez még kellene fa. Ez mindenképp meg lesz csinálva, szóval 2 slotnyi fát azt mindenképp most fogunk hozni. És akkor tényleg minden rendben lesz. Következő nap. Ismételtem még alszik Boris, mivel hogy minden gyújult fel. És kimegy ki. Hát őszintén szóval új helyre megyünk szerintem ki, mert itt már nem sok minden van. Mindenki próbál megy ki ezért. Ez már veszélyes zónának számít, szóval ide már nem megyünk. Itt még nem tudom, hogy mi lenne őszintén szóval, úgyhogy nem tudom, merre kéne elmenni. Öreg torony. Hát... úgy se lehet, cottage. Elmegyünk erre, megnézzük, hogy itt mi van. Nem tudom őszintén szóval, hogy mire kell számítanom, úgyhogy... Roman, hajrá! Ne hajj meg! Ennyit kérek. Nem néz ki a legbiztatóbbnak amúgy ez a ház, én csak úgy jelzem. Mindeneset annyira rossz se a helyzet talán. Azt a rohadt! Boris betelne. Minden esetre ha lesz valahol élelmiszer, akkor azt inkább elhozom, de ez barha, ez hihetetlen, hogy ennyi esnyő van egy helyen. Úristen. Jó, itt azért szerintem lesz bőven nyersanyag. Mert őszintén szóval élelmiszerünk van. Az a part, vagy mi, az viszont nincs nálunk. Szóval olyat jó lenne keresni, de szerintem ez következő nap. Ez most jól jött ki. Itt most már kicsit kozoghatunk, nem probléma. Viszont amúgy vagyok, hogy a folytatás az a következő részben lesz. Már ennyi volt ez a videó. Remélem tetszett. Ha igen, nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! Még azt megnézzük, hogy van-e támadás. Szóval... ugye ilyenkor mentett a játék, úgyhogy innentől tudom folytatni. Nem volt támadás, tökéletes. Sziasztok!